Mindegy 100 résztvevője van az idei konferenciának, amelyen három szekcióban zajlanak a plenáris előadások. A tanácskozásra közel 100 tanulmány érkezett. Azt szeretném megvizsgálni, hogy a mi meghatározó európai politikai eszméink, politikai doktrináink szemszögéből hogyan is néz ki ez a kérdés, jelesül és elsősorban ugye az emberjogi doktrina, amelyet egy alapvetés egyetemes jogok együtteseként fogalmaztunk meg nagyon erősen a II. Világháború tapasztalatait követően. Az indo-európai mobilitásról szól az előadásom, ugyanis az indo-európai egyetemisták igen nagy közösséget alkotnak. Az ezzel kapcsolatos lehetőségekről és kihívásokról beszélek. Szabadkához hasonlóan India is egy multikulturális közösség, ezért úgy gondolom, a mi tapasztalatainkat itt is hasznosítani tudják. A tanácskozáson harmadik éve tartják egy időben a KAR három jelentős konferenciáját. Az interdisziplináris, a módszertani, illetve a tudományos konferenciát az IKT-t használatáról az oktatásban. A mobilitás, a migráció témáját mindhárom szekcióban különböző irányból közelítik meg az előadók. Mindenki a saját területéről, tehát például az irodalmárok arról a területről, hogyha engem informatikusként kérdeznek meg, hogy mi a mobilitás, akkor nekem a mobileszközök az oktatásba jut alapvetően eszembe. A szociológusok valószínűleg, hogy ezt a valós migrációt közelítik meg, illetve ezzel foglalkoznak behatóbban. A jogászok gondolom ehhez köthető jogi dolgokkal, úgyhogy igazából mindenki saját területéről közelíti meg ezt a témát. Az idei konferenciára Vajdaságon kívül Magyarországról, Romániából, Horvátországból, Törökországból és Indiából érkeztek résztvevők.